rövid. De szerencséje van a Kecskemétnek. Leoni! Mekkora védés volt. Odincov! Gratulálok a Kecskemét legyőzéséhez. Azt nem állítom, hogy Artyom Odincov teljesítménye múlt a győzelem, hiszen fantasztikusan jól játszott a csapat, viszont nyilvánvalóan kell egy kapus is ahhoz, hogy ilyen teljesítményt nyújtson. Hogyan látod ezt a találkozót? Először nagyon szépen köszönjük a találkozó miatt. Úgy látom, hogy tudunk, hogy ez nehéz mérkőzés lett volna, de úgy készültünk ezen a héten, hogy sok a párharc lesz, és úgy készülünk, hogy a Kecskemét fog játszani hosszú labdák, sok beadások, és úgy látom, hogy nagyon jó sikerült ez nekünk megjavítani, és kihasználtunk a mi helyzetünk, és megnyertünk ezt a mérkőzést. Kezdjük azzal, hogy az előző mérkőzéseken kispadon ültél, esetenként pedig a DVTK2-ben játszottál, tehát már az is meglepetés, hogy te veled kezdődött ma a DVTK névsora. Te hogyan élted ezt meg? Szombaton edzés volt, és edzés előtt azt mondta nekem mester, hogy én fogok védeni, azért, hogy Carlo betegség miatt nem fog játszani, és vártam ezt a lehetőséget, készültem, őszintén leszek, picit izultam, azért, hogy utoljára játszottam csak tavaly novemberben, úgyhogy készültem a fejembe, és tudtam, hogy minden rendben lesz, azért sokat dolgoztam, és jól érzem magam. És hogyan látod a saját teljesítményedet, mennyire sikerült kihozni magadból a maximumot? Első fél időben volt olyan helyzetek, amikor picit siettem, de szerintem normál dolog, hogy olyan hosszú idő után kezdem megint védeni, de szerintem sikerült, amit tudtam, ez megcsináltam, beadásoknál volt pár kopralövések, amit tudtam, akkor hoztam, szerintem segítettem a csapatnak, és a csapat segített nekem. A sajtótájékoztatón Kuznecov Szergej azt mondta, hogy megdicsért a teljesítményért, de azt mondta, hogy a 11-es legközelebb véd ki. Hát köszönöm szépen mesternek, hogy megdicsért, de nyilván kell sokat dolgozni ezt a 14-esek, majd fogok szólni a kaposeznek Tuska Jánosnak, hogy gyakorolom ezt a cübe, de remélem következő megközésen nem lesz 11-es, de ahol lesz, akkor megpróbálom kivédeni. Hogyan láttam a mérkőzést abból a szempontból, hogy igazából a Kecskemét nagyon nem támadott, nem tartottak munkában téged, viszont amikor védeni kellett, akkor ott kellett lenni. Igen, ez szerintem a kopus munkában ez legnehezebb dolog, amikor mondjuk 70-75 perc nincs semmi, de amikor jön ezt a pillanat, akkor koncentrálni kell és védeni. Úgyhogy mindig a fejemben úgy volt, hogy nem kell nyugodt lenni, mindig kell koncentrálni a fejembe, és ha lesz lehetőség, akkor segíteni a csapatnak. Az is különlegessége volt a bemutatkozásodnak, hogy hazai pályán jött össze, milyen volt ilyen hangulatban védeni? Ez volt nagy az álmom, és vártam ezt a lehetőség, amikor fogok itt bemutatkozni magam, és amikor láttam ezt a nézőszám, ezt a szurkolók, akkor biztos voltam benne, hogy fogok nyerni, azért, hogy más megoldás nincs, csak nyerni, azért ez miskolci vagyunk, úgyhogy előre is lépünk. Az is elárult a Kuznecov Szergej, hogy jövő héten nagyon nagy bajban lesz, hogy a három kapus közül melyiket védesse. Ez nem tudom, ez mesternek kell kérdezni, de ezen a héten, ami most lesz, én megpróbáltam meggyőzni, és fogok dolgozni, amit dolgoztam, és aztán csak mester tudja, mi lehetne. A Diós György tehát hazai pályán újabb két gólos sikert könyvelhet el, hiszen megveri a Kecskemétet 3-1 arányban.